a Clio háromtagú formációja Szolnokról érkezett a Klub Hollywoodba a pénteki Öröm a zene nyíregyházi fordulójára. Több mint egy évtizede a hangfoglaló hétfő edukációs énekzene versennyel indult a sorozat, majd országos tehetségkutatóvá nőtte ki magát a program. Már ott tartunk, hogy már 26 állomása van, tehát van a 19 megyei, az egy fővárosi mellé még 6 határon túli állomásunk, úgyhogy a Kárpát-medence legnagyobb ilyen tehetségkutató sorozata lettünk. Tavaly összesen 1100 zenekart hallgatott végig a szakmai zsűri. A tehetségkutató már a 11. évadában jár. 2014-ben például a Margaret Island nyerte az országos döntőt, akik azóta elengedhetetlen fellépői a legnagyobb hazai fesztiváloknak. A szakemberek azt mondják, 3-4 évente lehet hasonlóan nagy nevű zenekarokat felfedezni, de egy ilyen tehetségkutató a kisebb helyi zenekaroknak más szempontból is fontos lehet. Annak idején én is zenéltem, és gyakorlatilag hasonló vonalon indult el az életünk. A színpadi rutinnak a megszerzéséhez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen viszonylag kevés idő van egy beszerelésre, viszonylag rövid idő alatt kell megmutatni azt az adott zenekarnak, hogy mit tud. Részben hálátlan feladat, hiszen ugye nem egy saját közönség előtt, sőt sok esetben ugye egy tehetségkutató versenyen nem is közönség előtt játszik a zenekar, hanem csak a másik zenekarok, illetve a zsűri előtt, tehát emiatt van egy picike nehéz helyzet is benne. Aminek szerintem nagyon nagy a hangsúly, az, hogy az itt fellépő, vagy bármilyen ilyen rendezvényen fellépő zenekaroknak a kapcsolatépítési lehetősége. Hogy miért szeretik a zsűritagok ezt a versenyt, és hogy melyik zenekar nyerte az Öröm a zene nyíregyházi fordulóját, az a péntek esti Weekend című műsorunkból kiderül.